Kovács Gábor szerte az országban ismerik. Játszik autentikus népzenét, rockzenét, és igényes muzsikára szoktatja a gyerekközönséget műsoraival. Leginkább arról híres, hogy szinte bármiből képes hangszert kreálni, amivel elvarázsolja a gyerekközönséget, és tegyük hozzá a felnőtteket is. Gyermekként előzenei töltetet kapott, és ennek elemei jelennek meg a mában. Az altatódal az már népzene volt. Aztán nyilván, hát én emlékszem más dalokra is, amiben aztán minden volt, a magyar nótától a kuplékig mindenféle volt, és nekem a gyerekfejjel ezek egyek voltak, tehát nem tettem én különbséget. Amikor elkezdtem zenélni, talán 6-7 éves lehettem, kikönyörögtem szüleimtől egy furuját, szívesen megvették, és teljesen autodidakta módon elkezdtem rajta bogarászni, és amit hallottam a rádióban, akkor még elég nagy újdonság volt a televízió, azokat megpróbáltam elmuzsikálni, és abban aztán minden volt. Az akkor feljövő Illés együttes aktuális slágerétől a Hár János furuja vagy fuvola betétjéig, ami csak hallottam, és nekem ez egy töm volt, ez volt a zene. Persze az emberre sok minden rakódik, az ízlése formálódik, de ebben a próbateremben hetente összejövünk egy társasággal, és vagy saját szerzeményeket gyakorlunk, vagy éppen Vivaldit, Kuprent, Bachot rock feldolgozásban. Tehát igen, a zene az zene, és nincsenek műfaji előítéleteim, mert a legkülönbözőbb műfajokban is vannak értékes, akár az kevésbé értékesnek tartott műfajokban is vannak ihletett szerzemények és szép darabok, de imádom Stravinskyt vagy Bartókot. A zene zene, így van. A hegedű a kedvenc hangszere, de játszik klarinéton, szaxofonon, gitáron is. Ha újra kezdhetném, nem apróznám el így ennyire a tehetségemet, mondja. Rájöttem arra, hogy ha én ülök az órán, becsukom a szememet és hallgatom azt, amit a tanár mond, már meg is tanultam. Tehát kifejezetten hallás alapján, igen. Egész hosszú dolgokat, zenedarabokat, dalokat, egyebeket könnyedén megjegyzek hallás alapján. Becsukom a szemem is, beáramlik és megmarad, megragad. És most már nem. Ha nem zenész lennél, mi lennél? Talán hangszerkészítő, vagy szakács az a nagy hobbim, a főzés. Egy zenész élete valóban változatos. Rengeteg utazással, ismerettséggel jár. Ha újra kezdhetném, biztosan megint zenész lennék, mondja. Most nyilván az én életemet mondom, mert vannak olyan zenészek, akik átmennek a szomszéd utcába, és egy állandó próbateremben nap mint nap bemennek és gyakorolnak a zenekarral, aztán időnként turnéznak. Az én életem az hihetetlen változatos, rengeteg utazással jár, hihetetlen sok új ismerettséggel, régi ismerettségek felkeltésével. Van olyan, hogy 30 egy-néhány év után egyszer csak összefutok valakivel, mert meghív egy fellépésre, és akkor döbbenünk rá, hogy hát mi jól ismerjük egymást. Tehát nagyon szép, cseppet sem unalmas. Ez úgy mozorog bennem már régóta, hogy talán nem apróznám el ennyi felé magamat, bár ezt is nagyon szeretem. Talán ehhez van igazán kézügyességem, vagy nem tudom. A kezem, azt észrevettem már nagyon régen, hogy pillanatok alatt idomul, és amit egyszer megfogott, és megtalálta egy hangszeren, vagy hangkeltő eszközön a hangok helyét, az soha többet nem felejti el a kezem. Ez eléggé szétaprózott, mert gitározok, szaxofonozok, hegedülök, klarinétozok, különböző furujákon játszom, mindenféle hangszeren, de azt már nagyon jól tudom, és ez így igaz, hogy egy hangszer, az
egy egész ember élet. Tehát, hogy az ember megtanulja tisztességesen hegedülni, vagy gitározni, vagy éppen klarinétozni, ahhoz egy egész élet kell. És én ezt hiányolom, hogy annyira tudok mindegyik hangszeren zenét imitálni, hogy rájöttem arra, hogy ez nagyon kevés. Szeretnék bármelyiken, mert mindegyiket imádom, akár a gitáron, akár a hegedűn, vagy valamilyen fúvóson, úgy igazán otthon lenni. Ez valahogy úgy kezdődött, hogy ugye említettem, hogy a nálam nagyobb fiúktól elestem, hogy hogyan lehet egy nád darabból, egy bodzafaágból, bürökszárból, bármiből muzsikáló szerszámot. Talán még nem nevezném hangszernek, de egy eszközt csinálni, mivel néhány hangot meg lehet szólaltatni, egyszerűbb dallamokat. Aztán én ezt évtizedekre el is felejtettem. Valahol ott volt a kis agyamban a dolog. De egyszer egy barátomnál épp a gyerekeinek meséltünk, vagy beszélgettünk a gyerekek előtt, hogy na, mik is voltak azok a régi dolgok, amiket mi játszottunk annak idején, meg hogy fociztunk a falu végén, hogy csináltunk focipályát, stb. És akkor valahogy eszembe jutott, és magyaráztam ezeknek a gyerekeknek, hogy bizony mi egy szál bicskával bármi a kezünkbe akadt, már faragtuk, furtuk, és készítettünk például nádsípot. Na és kíváncsiak voltak a gyerekek, hogy mi az a nádsíp. És ez egy lakótelepi lakás volt. Hát körülnéztem, hogy mutassam meg, hogy magyarázzam meg nekik. Ez 11 pár évvel ezelőtt történt. És megláttam, konyhában ültünk, megláttam egy pohárban néhány szívószálat. És mondtam a gyerekeknek, hogy ne figyeljetek, itt a szívószál, mutatom is, hát körülbelül így néz ki egy náddarab is. És akkor fogtuk a bicskánkat, és itt a végén csináltunk egy kis bemetszést, fújtuk és szólt. De hogyan csináltuk a gyereki kíváncsiság? Gyorsan előkaptam egy élesebb kést, és megvágtam. Úgy, ahogy ez a szívószál is meg van vágva. Na látjátok, így vágtuk meg, csak egy pici kis bemetszés, és belefújtunk, és megszólalt. Mondom, meg is próbálom. Belevágtam a szívószálba, aztán bevettem a számba, ráfújtam, és csodák csodájára a szívószál is megszólalt. Ez számomra is, de hát a gyerekeknek láttam a reakciót, hatalmas élmény volt. Aztán elkezdtem folytatni a dolgot, hogy bizony a késsel még lukakat is vágtunk, és mutattam, hogy vágtunk lukakat a nád szára. És készen volt a hangszer. Hát nekem is egy akkora csodálkozás és akkora öröm volt, mint azoknak a gyerekeknek, hogy te jó ég, a szívószál is megszólalt. Na és onnan kezdve nem volt megállás. Körbeveszem magam a hangszereimmel, papírral, ceruzával, és ami elmaradt az elmúlt évekből, az pótlom. Rengeteg. Hát a napi megélhetés az megkívánja azt, hogy járjam az országot, járjam a világot, és ez elviszi az év nagy részét. De imádom azt is. Csak mindig lelkiismeret furdalásom van. Most elővettem régi dalszövegeket, elővettem régi műsorokat, írtam új dalokat, és színpadra rakok olyat, amit már megírtam, mesejátékot. Van elfoglaltság bőven reggeltől estig, még éjjel is fölébredek, és gyorsan írom, ami eszembe jut. Ma már talán így ismernek a legjobban, és kevésbé arról, hogy én énekelek, hogy zenét szerzek, hogy darabokat írok, hogy dalszövegeket írok, inkább arról ismernek. Én azt mondom erre az egészre, hogy zenebohóc vagyok, mert az is vagyok. Inkább erről ismernek, és erről jegyeztek meg.